Nagy-nagy szeretettel üdvözlök mindenkit! Rák, új hold, éjfél körül, július 5-éről 6-ára új hold a rákban. Tehát a hold hazatért, hiszen a ráknak az uralkodója a hold. A hold nagyon-nagyon jól érzi magát a rákban, és nagyon-nagyon szereti a rákokat, védelmezi őket. Tehát itt most a rák a főszereplő. Ez az új hold csodálatos, fantasztikus, mesebeli és nagyon-nagyon pozitív. Mivel a rák a főszereplő, akkor itt dominál természetesen, érintett az egyes ház. Az új hold ad nekünk új dolgot, új lehetőséget. Mit jelent ez a ráknak? Tehát bármit, tényleg bármit. Új kezdés, főleg a következő két hétben, mert az új holdnak az energiáját két hétig itt érezhetjük. Új ismerős, új információ, új lehetőség, új státusz, új szándék, új terv, bármi lehet, új lakhely, bármi lehet, tényleg. A hold egy csodálatos égitest, egy csodálatos ragyogó égitest. Egyszerűen a rákok itt ragyogni fognak. Ki fogja világítani a rákokat az új hold? És még a Vénusz is a rákban van, a napocska is a rákban van. A Vénusz maga a szépség, a Vénusz maga a szerelem, a nap a ragyogás, az egészség, a gazdagság, megint csak én vagyok. Tehát itt tényleg én, a rák a főszereplő. A rákok megszépülnek, a rákokat jobban észre fogják venni. Itt vannak a nagy lehetőségek, amiket nem szabad elszalasztani. Mikor, ha nem most? Akik július 4-én, 5-én, 6-án születtek például, vagy akinek az aszcendense 14 fok, a rákban 14, 15, 16 fok, tehát ők jobban meg fogják érezni az új holdat. Akiknek a születésnapjuk viszont július 4, 5, 6, azoknak a következő 12 hónapban valamilyen új fontos dolog tehát beléphet az életükbe. Én 4-én születtem, többen kérdezték, éjszaka, éjfélkor 4-éről 5-ére. Tehát mindenkinek boldogságos születésnapot kívánok. Érdemes megünnepelni a születésnapokat, érdemes boldognak lenni. Pozitív ez az új hold. Ha netán egy picikét elkap minket a szomorúság, mert a hold, tehát hat az érzelmi világunkra, abban a pillanatban le kell állítani. Abban a pillanatban, és csak a pozitívumra koncentrálni. A rák maga az otthon, a rák maga a család, tehát itt ez a téma, a főszereplő. Mindenki meg fogja érezni ezeket a szféránkat. Mindenki, tehát nem csak a rákok. Na de nézzük a kártyákat, a kis boszorkányok mit mondanak nekünk. Kezdés, tehát itt van a kettő darab kezdés. Itt kapjuk a megerősítéseket, tehát így beszélnek hozzánk a kártyák. Apród, lehetőség, kezdés, valamit elkezdeni, megtenni azt az új lépést, és érmék, ezek értékek, ami nekünk értékes, ami nekünk pénzt fog hozni, ami ki fogja nőni magát. A gyermekek kártyája is, ez plusz információ. A gyermekünk életében történhet valamilyen fontos esemény, valamit elkezdődhet. Na de a kártyapakli alja is nagyon tetszik nekem, az viszont a nulla, a bolond. Valamit elkezdeni a nulláról. Itt az Uránusz dominál. Az Uránusz maga a szabadság, maga a forradalom, megkapni a szabadságot. Új életet kezdeni akár, mert itt a pillangó. Nem a pillangó, bocsánat, itt a madárka. A madárka a szabadság, de nem hiába a pillangót mondtam, a pillangó az újjászületés. Tehát itt a rákok az új holddal újjászülethetnek. A napocska a rákban plusz egy újjászületés, még egy plusz újjászületés. Tehát itt van velünk az újjászületés, a hold és a nap miatt. A nap ugye belépett az egyes házba, megint csak ugyanúgy, mint az új hold, és a nap ad plusz új, friss energiát, valamit elkezdeni, valamit elindítani. Fogunk tudni előre haladni? Igen, mert itt a
legutolsó kártya, ami csücsörít, ez viszont a hetes, a diadalszekér. Egyébként a ráknak a kártyája, és a diadalszekér mutat nekünk, tehát utat, hogy merre kell haladni a célhoz. Fogjuk tudni, határozottan fogjuk tudni, és itt lehet látni, hogy itt a kis bosszilány, ő irányítja ezt a járgányt, nem valaki más, hanem ő. Ő a kezébe veszi az irányítást. Tehát ez a tanács is, ezt kell tenni, a kezünkbe kell venni a sorsunkat, az életünket, és nekünk kell irányítani. Valamitől megszabadulni, mutatom, a bolond alatt ott a tízes, a kardok, a befejezés, valamit le kell zárni, ami nekünk nem jó, ami nekünk szúrós, és tényleg megkapni a szabadságot. A lezárás után megkapjuk a szabadságot, jön a megkönnyebbülés. Ez az Uránusz kártyája, a megkönnyebbülés, a szabadság, a forradalom. Az Uránusz egyébként a 11-es házban van most, a rákról beszélünk, őket is itt hagyom. A 11-es ház viszont adhat nekünk valamilyen eredményt. A 11-es ház az őrangyalunknak a háza. Teljesülhet ott egy kívánságunk. Nagyon érdekes energiákat kaptunk. Nagyon-nagyon érdekes energiákat és érdekes információkat kaptunk. Tényleg érdemes valamit elkezdeni. Lesz előre haladás, ezt megmutatta nekünk a diadalszekér. Hogy lesz itt diadal. Megyünk tovább. Hármas kardok. A hármas kardok önmagában egy szúrós, fájdalmas kártya. Nem hiába ez az újhold pozitív, nagyon pozitív, és ez az újhold azt mondja, hogy ami nekünk negatívumot okoz, ami fájdalmat okoz, arra nemet kell mondani, attól meg kell szabadulni, azt meg kell állítani határozottan. Ezt nekünk megmutatta ez a tízes is. Tehát bármi is legyen az a negatívum, mondjunk nemet rá. Kardok maga az ész. Az ész, az agy, a kis okos fejünk. Itt fejben el kell dönteni, hogy én ebből nem kérek. Nem kérek, köszönöm szépen. Ami szúrós, fájdalmas, én abból nem kérek. Azt én lezárom. Megyünk csak tovább. És a kártya pakli alján egyébként megint apród, ugye apróddal kezdtünk, és itt milyen érdekes, megint van egy kard, kard van a kezében, és az apród kezdés, a lezárás után jön a kezdés, jön az új élet. Egyébként a kard, ugye, itt felfele tartja ő a kardot, nem lefele, felfele. Tehát ő készen áll az új kezdésre, az új életre. Ő készen áll harcolni. Kártyapakli olyan ráadásul az erő. Az erő. És ez lelki erő, ez akarat erő, ez finom, puha erő. Tehát ez nem fizikai erő, nem erőszakos dolog. Ez az akarat. Tényleg, ha eldöntünk valamit ott a kis fejünkben, akkor az ráadásul még egy 8-as alatt, ez nagy arkánum, ez kis arkánum. A tűz energiát megkaptuk, a gyorsaság kártyáját, a leggyorsabb kártyát megkaptunk, hogy mi gyorsan meg tudunk szabadulni a negatívunktól, legyen az depresszió, legyen az negatív gondolat, legyen az egy munkahely, bármi, egy konfliktus, mert a kardok mutatnak kommunikációt, konfliktus, pletykát. Tehát bármi legyen az, még gyorsan ettől meg tudunk szabadulni, gyorsan le tudjuk zárni. És ha megyünk tovább, megint van itt egy tűz energiánk, és ez ász lehetőség. A varázspálca a kezünkben van, varázsolni. Mikor, ha nem most? Egy évben egyszer van újhold a csillagjegyünkben, csak egyszer. Tehát csak most tudjuk kihasználni ezt a lehetőséget, és ez nagy lehetőség.
És ez nem, és tehát a rákok duplán szerencsések, mert a hold a védelmezőjük. Ennyi. Tehát nem hiába én azt szoktam mondani, hogy a legnagyobb mágus a rák. Itt van. Nem is kell húznom kártyát, mert így beszélnek hozzánk a kártyák. Tehát ez is egy különleges, amikor a kártya pakli alján húzom, és a kártya pakli aljával dolgozok. Tehát ez is egy különleges, nem lehetőség, hanem különleges esemény. És ez most az, és itt a napocska. A napocska, még egyszer mondom, ugye a rákban van, és megkaptuk a napot. A nap egyszerűen beragyogja a rák életét, és elégeti a negatívumot, elégeti az ellenséget, elégeti a konfliktust. A nap a legragyogóbb kártya, a legpozitív kártya. A nap mindig nagy dolgokat mutat, nagy sikert, nagy lehetőséget, nagy pénzt, nagy boldogságot mutat. Tehát tényleg érdemes itt cselekedni. Most nagyon jó cselekedni. Augusztusban nem, mert augusztusban ott már a Merkur retrográd. Tehát ezt a júliust ki kell használni egyébként mindenkinek. Mindenkinek. Augusztusban nem jó új dolgot kezdeni, de a retrográd Merkurról van külön videó. Nos, ha vannak itt még kártyapaklik az asztalomon, még húzunk. Húzunk ebből is, és húzunk ebből is. Húzunk. Hiszen a rák a főszereplőt, olyan érdekes energiákat kaptunk, érdekes üzeneteket, hogy egyszerűen... Na nézzük a rúnákat. Négyes. A ráknak a háza négyes. Az otthon a család. Tehát itt dominál. És itt kaptunk egy négyes. A négyesek stabilitást mutatnak. És ez földenergia. Tehát érmik. Értékek. Kapunk értéket. Lesz értékünk. Stabil anyagi helyzetünk lesz. De vigyázzunk is ezekre az értékekre. Legyünk hálásak ezért az értékes dolgokért, amiket ad nekünk az univerzum. És a fekete macskák mit mondanak? Azért húzunk ki, nem is húzunk. Na, mi van itt? És kettes. És víz energia. És a boldogság, a romantika. A legszerelmesebb kártyát megkaptuk. Tehát itt is csak csupa-csupa csodálatos dolgot lehet mondani. A boldogság, a megértés, a partnerség kártyája, a szerelem, ott a csónak, ott a víz energiát kaptunk. Lehet csónakázni ezen a pozitív víz energián, és megkapni a boldogságot. Haladni a boldogsághoz. Megyünk tovább. Na nézzünk, itt ezek a kis boszorkányok, ők mit mondanak nekünk? A hold. Hát kinek, ha nem a ráknak? Hát kinek, ha nem a ráknak jön ki a hold? A rák megkapta a holdat. Valamilyen fontos dolog fog történni. Hát persze, és ez pozitív. Muszáj, hogy pozitív dolog történjen, hiszen itt a rák a főszereplő, és itt pozitív energiák dominálnak. Tényleg ilyen csodálatos aspektusok vannak itt. Kár, hogy nincs időm külön asztrológiai csatornát vezetni, de itt a bolygók állása is nagyon pozitív. A Szaturnusz retrográd, de még a Szaturnusz is, aki mindent szűkít, aki korlátoz, aki maga szigor, még ő is olyan pozitív itt most mindenkihez. Nos, a hold maga a titok. Egy titkot megtudhatunk akár. A hold maga az otthonunk, az otthonnal kapcsolatos dolog lehet itt valamilyen új dolog. Hát ez inkább új dolog, mert az új hold ugye új dolgot ad. Lehet megkapjuk azt a fontos dokumentumot? Lehet valaki megveszi a lakását? Lehet új családtag érkezik, mert az otthon, a család is ide tartozik.
De itt kaptunk védelmet. Itt kaptunk védelmet. Nos, nagyon tetszenek nekem ezek az energiák, és nézzünk, tehát még egy üzenetet az univerzumtól. Ha netán lesz egy szúrósabb pillanatunk, egy nehezebb pillanatunk, akkor mit mond, mit tanácsol nekünk az univerzum? Ha egy picikét lenerültünk, ha ezt fogjuk érezni, na és a dobozkán is egyébként ugyanez a kártya van, csak most nincs itt ez a dobozka. Az univerzum mindenben támogat. Hát ez egy teli találat a rákoknak. Ez egy teli találat. Hát ezzel megkoronáztuk a kirakást. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és még egyszer boldogságos születésnapokat kívánok, és érdemes kihasználni ezeket a pozitív energiákat. Sziasztok!